Na szép, szép szombat reggelt mindenkinek. Várom Maki papámat, mindjárt érkezik. Ma ilyen csöndes napunk lesz, mert az összes amatőrünk, nem tudom, vagy betegek, vagy valami bajuk van. Igen, kevesen leszünk, de hát azért dolgozunk. Tehát várom Maki papát, érkezik, kellemes, enyhén hűvöskés idő van, de gyönyörű napsütés, nem lesz olyan rossz idő. Az apája remek, ahogy nézem. Nagyon klasszul fellocsolva, úgyhogy jó helyen fogunk dolgozni, meg van boronálva, klasszul, semmi probléma. Na, elég a pofimofiból, érkezik ma ki. Olyan hangok vannak, mint a tengerparton lennék. Nagyon jó, csak nem síráljuk szerintem, hanem bércsék, sasok, sólyom, róka, vaddisznó. De nagyon-nagyon jó, nagyon kellemes. Ilyen környezetben istenként. Hát normál, hogy az ember szeret fölkelni, meg kijön. Meg hát mindjárt jönnek a lovacskák is. Micsoda hangok, Istenem. Imádom hallgatni. Ezzel a nap felkeltével, mondom, hát próbálja ki, aki ilyen relaxot akar, hajnalban jöjjön ki. És lovakat lát is, ezt a... ez fantasztikus. Nagyon szeretem. Csönd, békesség, nyugalom, nem tudom. Lehet lemenni a tengerpartra, lehet akárhova, hegyekbe, valahova is. Nem tudom, hogy jobb-e mindig. Elfogult vagyok, az is biztos, hogy elfogult vagyok. Imádom ezeket a hangokat. És kora reggel még a Rigót most nem hallottam egy pár napja. Érdekes. A Rigót nagyon imádom. Rigó hangját reggel. Istenem, ez nyugtat meg engem. Kora reggel 6 óra, 6 óra 4 van már, és így süt a napocska. Így a szemembe. Imádom. Imádom. És ez a környezet itt, jó, hát aki nem érdekel, az ne nézze, én most nagyon... Hát ez minden reggeles nekem, minden reggel ugyanígy vagyok, és mindjárt megérezzük a lovacskáknak az illatát, sőt, lovacska pata hangját, ló prüszkölését, vége. Nincs miről beszélni, vége az embernek, teljesen relax. És még pénzbe se kerül itt. Jelnapozok. Pontosan három szög áll ki a cipőmből. Hát meg ilyet se hallottam, mai világon szögelik a cipőt, miért? Háromszög is, igencsak szúrja már kora reggeltől a lábam. Jó, hát pedig nem tudok más cipőt venni, úgyhogy majd megnézem máskor, hogy kinek a lábára milyen cipőt húzok le, akkor a életbe. Lopni se tudok jó cipőket. Más világ lett. Na és megérkezett arany Maki papa, nincs elfelejtve ő egyáltalán. Hát ezt meg kell oldani, ezt a problémát, ha tudjuk ezt a gége problémáját. Valahogy sikerül, nem tudom, mit lehet vele. Ez már nem trenírozási, hanem orvosi dolog, tehát. Amúgy kidúrran szét, elmenjük. Ki? Jó, csak figyelj azokra a vizes akármikre, hogy hol lehetnek. Jó, hanem itt el vagyunk. Nem zavar senki, sehol egy léle. Menj ide, sapuci. Persze, valahol. Senki nem zavar, hál' Istennek, egy lélek nincs a vaddisznókon, rigókon, vércséken, sólymakon, sasokon kívül. Rókákat mondtam? Mondtam, gondolom. Szarvasok, őzek. Szép lassan. Arra egy kis papócánk. Na, Maki benn van. Érdekes az élet, hogy ezek a hangok kísértenek. Gyerekkoromban, ugye ezt már valamikor említettem is, hogy 444-es vonattal jöttem Bácról. 5 óra 7-kor szártam le, és ahogy jöttem be, Istenem, mondom, itt lenne nekem egyszer, hogyha kis szaros gyerek voltam. Bricsezbe jöttem mindig, lovaglónadrágba.
pattant, és igen, hogy itt lenne egy házam, és akkor hallgattam a madarakat, ahogy és akkor be az istálóba, a lovakhoz, lószakhoz, Istenem, lovagoltunk, fölvillanyozva, minden jó volt. És az megadatott hál' annak a jó Istennek, rá sok-sok évre az igaz, de megadatott, és most ugyanezek az érzések vannak benne, ugyanúgy hallgatom a madarakat, ugyanúgy el vagyok ájulva itt, szóval ez egy olyan, egyik részről fantasztikus érzés, a másik részről viszont, hogy azért elmúltak az idők, a fene egye meg. De nem rossz, szép idők, tehát én hálát adok a Jóistennek, hogy fantasztikus életem van. Úgy beszélek, a dinósportban is gondolom, hogy nekem már minden ajándéka. Nem úgy értettem, hogy minden ajándék más. Én mindent megbecsülök, akkor úgy, akkor mindennek tudok örülni. Így akartam fogalmazni. Szél van. Hát így igaz, értékelni kell a dolgokat az embernek. Értékelni, amit megcsinált saját két kezével, az pláne, amilyen meg, vagy mindennek örülni. Az viszi előre az embert. A kis apró pici dolgoknak is. Vagyis nem is így akarnék fogalmazni így kora hajnalban, hanem mindent úgy azért szebbnek nézni egy kicsikét. Nem magam csapom be, hanem ha valahol vagy, úgyis ott kell lenned, ha ott kell lenned, úgy is csinálnod kell, akkor csináld már úgy, hogy ambícióval, hogy hú, nem is olyan rossz, jó ez, klassz ez. És akkor úgy minden más. Voltak persze olyan dolgok, amit nem nagyon szerettem, de azt is csináltam. Fuvaroztam én lovaskocsival is, pakoltam, teherautóval is, szenet hordtam, minden tiszta vér volt a kezemben. Olyan boldog voltam, hogy egy kis lóvé volt este a kezemben. Büszke voltam magamra, hogy megoldottam. Hát anyagilag is jó volt, meg még kurva jó testem is volt. Jó, hát sportoltam, így kenúztam, vívtam, mindent csináltam, gyúrottam. Kenú azért az keményebben ment. Azt elég jól csináltam. Tehát keményen úgy mondom. Tehát nem voltam lusta. Avval együtt, hogy kis gyerekkorom olyan kis köpces kis faszom Dániel voltam inkább. Na jó, jön Makika. Aranycica. Hát nem tudok lemérni semmit róla, mert ez a problémája, ez a gége probléma, ez nem olyankor, ilyenkor jön ki, hanem nagy megerőltetésnél, hopp, elbinel egy másik irányba, aztán elzárja a levegőt neki, ez a probléma. Prüszkölése mindig megvolt. Jó kedvel megy, mi más tudsz csinálni vele. Na jó. Hallod? A Pali ülhetne az ipszikére, és akkor eljössz fel a kalisztóval, alkobakával mögötte szépen. Jó? Jöjjön a Pali, nyergeitek ezt a kettőt. Itt van Betta. Ki? Sabina meg a... Ne idegesíts, tényleg. Várj. Tudom, jó megy, hál' Istennek. Nem is tudom, ki mondta. Jó néz ki ez a lóba, az meg. Hát minden... De nekem nem mondja senki, hogy az előtti verseny után nem más volt, olyan volt, mint a bomba, te. Tehát az jön egy másodperc alatt. Most nagyon jó volt. Töröm ráni. De ez nem, ez mondom, ez más. Ez amikor igényben van, erősen vévetsz, hopp, oda pattan, kész. Jobbra vagy balra. Balra nyomott, elnyomta a levegőt neki, ennyi. Nem tudom, én lézerre csináltatnám meg, de sajnos Németországban van az a legjobb lézeres. Na jó. Öröm ránézni, az meg hát. Az Imperial előtt is ugyanígy püszkölt, tehát semmi olyan változást nem veszek észre. Hallod? Jó, akkor menjetek és megyek én motorral. De azt kiosztom a csajokat, hogy mi van. Hagyj lovagoljanak.